két lábon, ki egy keréken érkezik kora délelőtt az Erkel Színházhoz. Három busszal több mint 100 ember, táncosok, zenészek utaznak Pozsonyba, ahol ma este a tavaly nagy sikerrel debütált Bartók tánc triptihont mutatják be a helyi Nemzeti Színházban. Szevasztok, jó utat! Az osztálykirándulások hangulatát idézve előkerülnek az otthon gondosan csomagolt szendvicsek, a tanulnivaló tételek, az alvópárnák, na és persze az elmaradhatatlan magyar kártya is. A táncvic szóló táncosa Bakó Pisla Artemis minden percet kihasznál, tűt, cérnát, balettcipőt vesz elő, és gondosan öltögetni kezd. Készülök a Nagy Iván Gálán Etüd otthon táncolni. És arra készítettem a cipőmet. A Frenák Pál Társulat, a Duna Művész Együttes és a Magyar Nemzeti Balett táncosai számára, bár a közös munka alatt már jól megismerték egymást, amolyan igazi csapatépítő ez a turné. Nagyon sokat utaztunk már a Frenák Társulattal, Európán belül szinte mindenhol, úgyhogy ez abszolút egy ilyen nagyon jó csapatépítő is mindenkinek. 10 vagy 15 éve vagyunk barátok, úgyhogy mi mindig együtt lakunk, együtt ülünk, együtt jövünk, együtt megyünk, tehát a mi csapatunkat már nem kell építeni, mi mégis építjük. Juhász Zsolt a táncvit koreográfusa. A Duna Művész Együttessel ők is sokat utaznak, de azért ilyenkor mindig van egy kis feszültség, főleg ha ilyen feszes a program. Ahogy megérkezünk rögtön színpadra, színpadi próba, Pozsonyi TV is beleforgat majd a próbába, tehát nagy az izgalom. Minden színpad más egy picit, szóval ugye most lesz majd a színpadi próba, tehát igazából itt fogják összerakni úgy a darabot technikailag, meg minden szempontból, hogy ugye majd működőképes legyen este. De hát mi ugye tánc részről tett technikailag, mi bepróbáltuk, felkészültünk. Cirka 3 óra utazás után a csapat megérkezik a Pozsonyi Nemzeti Színházhoz. Pár perc múlva Alessia Popova, a csodálatos mandarin szólistája már a színpadon melegít, a zenészek pedig már az árokban hangolnak. 119 volt a szoboda. Az operaházi díszletépítők kora hajnal óta dolgoztak, hogy mostanra kész legyen a színpad, bár néha még akadnak hiányosságok. Nem, most itt tök csupaszan vannak, nincs tettük semmi. Lassan minden a helyére kerül. Ilyenkor a hangosítóktól, a kellékeseken át az ügyelőkig mindenki jön a csapattal. Ha mi elmegyünk turnézni, akkor szeretjük elvinni a zenekarunkat, a saját műszakunkat, balett együttesünket, opera énekeseinket, és tulajdonképpen ez történt most itt is. Solymosi Tamás balettigazgató mindent maga felügyel, a zenekart pedig Kovács János vezényli. Mandarinnal kezdünk, szünet után táncit, és végén a Pávol Faragot. Ez úgy módosul este, hogy a Pávol Faragottal kezdik, és utána mandarin. A függöny mögött viszont most még a csodálatos mandarin röptetését próbálják, ami gondos odafigyelést igénylő, nem éppen veszélytelen mutatvány. Még húzz egy kicsit. Jó, állj, jó. Kaszás Ildikó balettmester tyúkanyóként és anyatigrisként vigyáz a táncosaira, és arra, hogy minden úgy és ott álljon, ahogy és ahol kell. Csak arra kell vigyázni, hogy még van a lefedő, igen, ugye a lefedő rázás. Bármi előfordulhat, hogy a színpad nem úgy néz ki, mint ahogy otthon szokott, hogy odébb megy az ágy, vagy ilyen kellék dolgok. Szóval ezeket mind korrigálni kell. Viszont jöjjön a Taki néni, ha itt van még szegényke. Nincs könnyű dolga a zenészeknek és a táncosoknak. Feszített tempójú próba egy új helyszínen, majd nem sokkal később már előadás. Ez elég leterhelő, mert hogy a buszból kilépve volt 20 perced, és akkor, de mivel sokat készültünk rá, tehát Kaszás Ildikó mesternővel azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy ez a darab, ez jó legyen. A második rész a táncszvit próbája után a folyosón, miközben a szólótáncos Artemis ismét balettcipőt var, a többiek a koreográfiát pontosítják. Még az is ott egy kvázi forradalom, vagy ilyesmi akar lenni, összeálltak egy nagy uniszólóba. A nagy felütté, pa-pa-pa! Igen, nézzétek meg a borulást, jó, a végét, jó?
Erika Sasebonúj, gurúj. Frenák Pál a fából faragott királyfi koreográfusa is jó tanácsokkal látja el táncosait a próba után. Hova rohantok? Úgy kirohantok néha, hogy mintha bűn követtetek volna. A különleges világító ferde színpad és a hozzá megálmodott koreográfia lenyűgözte a pozsonyi színházi szakembereket is. Nem véletlen, hogy éppen ezt az előadást hívták meg Európai Színházi Fesztiváljukra. I know this performance. Bartók is also in Bratislava, very popular composer. And we looking for attractive performance. And first part was really, really something special for our audience. Nagyszerű lehetőség az, hogy egy szomszédországban felléphessünk az itteni nagyszabású kulturális fesztiválon, illetve pár nappal később vendégül láthatjuk az itteni együttest a mi rendezvényünkön. Fél hétkor már elegánsan öltözött nézők szállingóznak a színház bejárata felé. Nagy az érdeklődés a Magyar Nemzeti Balett különleges három koreográfiát felvonultató balett előadása iránt. A nézőtér lassan megtelik, és felgördül a függöny. A fából faragott királyfi, a csodálatos mandarin, a táncvit ámulatba ejti a közönséget. A hosszú feszített nap és az előadások végén a táncosok felszabadultan boldogan fotózkodnak a színpadon, a virágkosárból pedig mindenkinek jut néhány szál emlékbe.